A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének ingyenesen hívható 116-123-as lelki elsősegély vonala évek óta egyre több hívást fogad. Ez a szám a koronavírus magyarországi megjelenésével drasztikusan megugrott, ezért létrehoztak egy új vonalat. A 0680-810-600-as telefonszám hétfő este 19 és szerda 15 óra között, valamint csütörtök 19 órától vasárnap reggel 7 óráig hívható. Évente 200 ezer hívás, lebontva egy hónapra 15-20 ezer hívás, 17 tagszolgálatunk van Magyarországon, és több száz ügyelővel párhuzamosan 8-10 ügyelő dolgozik egyszerre, tehát több száz ügyelővel fogadjuk a hívásokat. A koronavírus helyzetre vonatkozóan már februárban megjelentek ezzel kapcsolatos hívások, majd márciusban nőtt ez a hívásszám, és áprilisban pedig az úgynevezett érdemi vagy adekvát hívások tekintetében több mint 50%-ban a vírushelyzettel kapcsolatos problémák, aggodalmak jelentek meg. A LESZ alelnöke elmondta, a hívások aránya változott meg. Több az érdemi hívás és kevesebb a HEC vagy a zaklató hívások aránya. Előbbi azonban jóval több időt igényel az ügyelőktől. Egy átlagos hívás 10-15 percig tart, a jelenlegi helyzetben azonban vannak olyan problémák, amelyeket krízis hívásként emlegetnek, ezek akár egy órát is igénybe vehetnek. A korábbi problémák felerősödnek, vélhetően az izoláció a bezártságnak a hatására, illetve amelyek a vírushelyzethez konkrétan kötődnek, ott pedig az információhiány, az érzelmi problémák, az aggódás, aggódás az egészségükért, aggódás a családjukért, aggódás azért, hogy esetleg a családból valaki elveszíti munkáját, vagy már elveszítette és fog-e találni másikat. Tehát a különböző aggodalmak, félelmek is megjelennek a hívóink közléseiben. A legtöbb hívás a 46 és 60 év közöttiektől érkezik, de a jelenlegi kilátástalan helyzetben sok a 65 év feletti telefonáló is. Mindenkivel olyan ügyelők beszélgetnek, akik részt vettek egy 80-120 órás képzésen, amely tartalmazott elméleti és gyakorlati személyiségfejlesztést, valamint része volt a kommunikációs technikák és terápiás alapelemek elsajátítása is.